A Bonyhádi Egészségfejlesztési Irodában megmutatták, miként működik az a gép, amelyik kielemzi, mennyire sikerült megfelelően megmosni, lefertőtleníteni a kezünket. A kézfertőtlenítés fontosságát propagáltuk a lakosság körében. Nagyon klassz a kommunikációs kampányunk volt, ehhez felhasználtuk a mos kezet, ments életeket, mottojú kitűzőt, a készített pólókat. Uniós pályázatból sikerült beszereznünk egy kézfertőtlenítés minőségét mérő eszközt, ez a Semmelweis szkenner. Nem az a célunk, hogy megtanítsuk őket helyes kezet mosni, hanem szembesítsük őket azzal, hogy azok a begyakorlott kézmozdulatsorok, amelyek otthonunkban kezet mosunk, azok milyen minőségűek, mennyire megfelelőek, és azért vannak meglepő eredmények. A kéz frekventált területei rendszeresen kimaradnak, a hüvelykúj, az új begy, amiben ugye megfogunk mindent, és tulajdonképpen ez az, ami szerepet játszik a különböző fertőzések átvételében. Nagyon érdekes és tanulságos eredmények születtek. Nagyon fontos, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók körében, hanem a lakosság körében is tudatossá váljon, hogy helyesen kezet mosni, az fontos a fertőzések megelőzésében. Az irodában több eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy kiderüljön, az ember túlsúlyos-e, és ha igen, mennyire. Továbbá a szakemberek tanácsokkal látják el az odaérkezőket, mit tehetnek annak érdekében, hogy megszabaduljanak a felesleges kilóktól, és azok ne kusszanak vissza. Idén sikerült, és ez már egy hőn vágyott célunk is volt, hogy a WHO, illetve az EMMI-nek a közreműködésével itt Magyarországon 5 járásban, köztük a Bonyhádi járásban is lehetőség nyílt egy ilyen közösségi egészségfejlesztésnek a kialakítása pilot jelleggel a gyerekek egészsége érdekében, hiszen fejlesztenünk kellene. Azt látjuk, hogy előtte is, illetve most a járvány miatt még inkább beszűkültek a szociális kapcsolataik, még inkább otthon ülnek, a digitális világban élnek, ezáltal egy csomó olyan egészségkárosodás és kockázatok is felléptek, ami egyébként is megvolt, de mostanában fokozottabban megjelent ez. És erre szeretnénk egy ilyen járási egészségtervet kialakítani, létrehozni. Nyilván a tapasztalatokból, a kutatásokból és saját kérdőíves felmérést is végeznénk. Olyan beavatkozási pontokat, megoldási lehetőségeket igyekszünk megtalálni, aminek a megváltoztatásával hosszú távon tudunk fejleszteni a gyerekek egészségén. Elkezdődött egy fejlesztés, ugye kerékpárutak, erre szeretnénk szervezni, még plusz lehetőségeket, csoportos tevékenységeket, a szülőknek segíteni, hogyan tudják visszavezetni a gyerekeket, fejleszteni, főzőiskolákat szeretnénk a gyerekek számára, még inkább segíteni az iskolákat az egészségnevelés, egészségfejlesztésnek a fokozásában. Bonyhádon ugyanis számos fejlesztés valósult meg a közelmúltban, amik azt a célt szolgálják, hogy minél többen sportoljanak, minél több lehetőségük legyen a mozgásra. A mi feladatunk az, hogy motiváljuk a lakosságot, hogy meggyőzzük őket, hogy igenis és nagyon fontos az életmódváltás, de én úgy gondolom, hogy erre a Covid is most alaposan rávilágított. A legnagyobb feladat az a motivációnak a felkeltése, és ezt folyamatosan a frissen tartása, hiszen motiváció nélkül nem beszélhetünk életmódváltásról, úgyhogy mi ebben tudjuk a lakosságot segíteni, egyéni tanácsadások keretén belül, akik eljönnek hozzánk, ők kapnak egy professzionális állapotfelmérést, egy tanácsadást, egy komplett étrendi tanácsadást, és nem is engedjük el a kezüket, hanem nyomon követjük az ő fejlődésüket, ezzel is segítve, hogy minél sikeresebb legyen az életmódváltás. Nyáron igyekszünk jelen lenni. Nagyon sok és szép színes rendezvények vannak a Bonyhádi járásban. Ott mi is meghívást szoktunk kapni, és szívesen is megyünk. Különböző táborokban is, akár falunapokon, családi napokon, fesztiválokon ott vagyunk. Igény szerint állapotfelméréssel, ami igazából a felnőtt lakosságra koncentrálódik, de a gyermekek részére is szoktunk egészségfejlesztő játszóházat üzemeltetni. Ezt egyébként a szülők is szívesen jönnek és próbálják ki az egészségfejlesztő játékainkat. A szemléletformálás tehát a legfontosabb, különösen gyerekkorban, teszi hozzá a szakember. És ha a szülők, valamint az iskolák is támogatják ezen törekvéseket, akkor ezekből a fiatalokból olyan felnőttek válhatnak, akik számára a mozgás és az egészséges életforma természetesek lehetnek majd.